Lezárult a civil szervezetek regisztrációja a harmadik Fussneki Gyertyó adománygyűjtő kezdeményezésre. Idén 27 civil szervezet regisztrált, most a nagykövetek jelentkezését várják. A második szakaszához érkezett a Fussneki Gyertyó adománygyűjtő kezdeményezés. Jelenleg a nagykövetek jelentkezését várják a kezdeményezéshez, miután lejárt a civil szervezetek regisztrációja. Az idei évben 27 civil szervezet regisztrált, a nagykövetek már augusztus 6-ától egészen szeptember 2-ig regisztrálhatnak 40 lej fejében az esemény honlapján. A szervezők szerint a civilek változatos projektekkel jelentkeztek. Több civil szervezet eszközbeszerzést, Shell jelentkezett, illetve közösségi programok fejlesztésével, táborszervezéssel, segítőcsoport indításával, illetve néhány civil szervezet a jótékonyság kultúráját akarja továbbadni, és az általuk gyűjtött pénzt valamilyen csoportnak, rászoruló csoportnak fogják biztosítani. Dániel Botond, a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrás Központ igazgatója a korábbi években több kezdeményezést is indított. Idén egy egyesület bejegyzéséhez gyűjtenek anyagi támogatásokat. Egy olyan alkalmat találtunk, hogy a romániai magyar szervátültetettek egyesületének a bejegyzését tudjuk támogatni, és akkor itt így kettős szerepben is vagyok, ugye családérintettség kapcsán, illetve baráti körben is vannak szervátültetettek, akikkel közösen összefogva szeretnénk megalapítani ezt az egyesületet. Magyarországon már nagyon régóta működnek hasonló betegszervezetek, illetve országos szövetség is. Nagyon nagy segítséget jelent a szervátültetés előtt is, és után is. Azt is elmondta, hogy az egyesület szeretne segíteni a szervre vároknak adminisztratív ügyintézésben, tapasztalatok átadásával és lelki támogatással.